No, tehát itt van ez a kis váravár barlangocskám. Amit most felfedezünk a nagyvilág számára. Itt át kell kelni. A túloldalra ez nem lesz egyszerű. Na, és akkor ez a barlang felső része, teteje. A kis árva hátizsákocskám, arra van a kiárat. Ott volt a szakadék lent. És erre kellene tovább menni lefelé. Hasprés. Ez a hasprés kanyar. Végtig nem térek át rajta. És jó-e, ha alul átmegyek vajon? Ott van egy szép felsőjárat. Arra felé teljesen függőleges. De megpróbálok itt átverekedni magamat. Alul. Seggen csúszva. Na, lekapcsolom a tény. Kaja barlangnak ez. Ott pedig a tetőjárat csepegő kövekkel, és arra felé megyünk most ki, ahhoz sűrődik be a táskánál a fény. És ez pedig a nevezett húzatos barlang. Nem igazán van választéke. Azt hiszem arra kell menni, amerről jön a húzat. És a húzat pedig arról jön. Arról jön a húzat. Csak én nem fogod átvenni. Na, tudti, de more, lekapcsoljuk a fény, mi van akkor? Fény nélkül semmi. Jó. Ah, milyen kis igókövek ott a tetején. Itt egy felső emelet, igen, tehát ezért húzatos a barlang, mert ott van egy felső nyílás, amit látjuk. Na hát úgy látszik, megvan a végpont, sajnos. Az lesz ott a végpont. Nézd, most tovább a lábamtól, lejjebb most tovább. Fölfelé lehetne szép kis köveckéket nézegetni. Cseppköveket. Cseppegő kövek. Alakzatocskák. És a platformjárat, ahonnan törtek le szépen szedköveket a fiúk.
Nem tudjuk lesz. Talán egy picivel így. Igen, igen, ott vannak a letöltsebb kövek nyomai. Ez a plafon. Ez körülbelül 7-8 méter fölfelé lekapcsolunk csatokat.